Erdőfűzenekar autentikus magyar népzenét játszik vonós hangszereken. Az együttes repertoárjába tartozik a Kárpát-medence különböző etnikumainak muzsikája is, tehát román, szlovák, zsidó, valamint cigány nótákat is hallhatnak tőlük az érdeklődők. A csapat 4 tagból áll, 8 éve alkotnak egy formációt. Kisbé Ádám primásként van jelen a zenekarban, és énekel is. Én magam Maruzsánszky Andor vagyok, én is hegedülök, mi vagyunk így a szólamtagozat az Erdőfűben, és a kíséretet pedig egy testvérpár alkotja, Éri Márton, ő brácsán muzsikál, és Éri Katalin, meglepő módon egy hölgy, a zenekarunk egyetlen hölgy tagja, a nagy bőgősünk. Igazából a zenekarunk így 8 éve létezik, de sokkal régebb óta mindannyian muzsikálunk, és különböző formációkban már találkoztunk, de 8 évvel ezelőtt úgy döntöttünk, hogy megpróbáljuk így közösen négyen is a muzsikát aktívan folytatni, és hát ennek a kezdetét igazából egy táncház jelentette Budapesten, a Rácskert nevű szórakozóhelyen. Minden pénteken vártuk szeretettel nyitott kapukkal, ingyenes belépővel a mulatni vágyókat, és hát így a táncházok során szépen összecsiszolódott a banda. A tagok számára sosem volt kérdés, hogy ezt a fajta zenét fogják játszani. Többeknek családi kötődésből adódott a döntés. Amint már említettem, az Éri testvérek játszanak a zenekarunkba, nekik az édesapjuk Kossuth-díjas muzsikás együttesben ugyanúgy brácsás, tehát népzenész, és a nagyszüleik is néprajzkutatók voltak, szóval erről a vonalról így elég határozott volt ez a népzenei dolog. Primás barátom Ádám, ő erdélyi, és édesapja énekes, népdalokat és operát is énekel egyébként, szóval neki is családi háttérben jön a muzsika. És én magam pedig vajdasági származású vagyok, és hát ott nálunk felé még szinte élő volt a hagyomány, úgyhogy én abba beleszülettem, hogy citerával kísérték a lagzikat, vagy élőzene volt mindenféle falusi rendezvényen, úgyhogy hát ezeket így összefoglalva igazából nem volt számunkra kérdés, hogy milyen műfaj mellett tesszük le a voksunkat, és milyen zenét fogunk képviselni. A zenekar nagyon büszke arra, hogy az együtt töltött idő alatt a dalaikon keresztül egy olyan közösséget is sikerült felépíteniük maguk köré, akik nem csak ismerik és szeretik a zenéjüket, hanem táncolni is tudnak rá. Szóval egyféle szórakozási forma így a modern világban számukra is az, amit mi képviselünk. És ez nagyon hasonlít arra, ahogy régebben a falu közösségben működött a zenész és a falusi ember viszonya. Úgyhogy erre nagyon büszkék vagyunk, hogy sikerült ezt a közösségépítő dolgot átmentenünk a zenénkkel ebbe a mai modern világba. Augusztus 20-ára készültünk Fekete Bori vendégszereplésével, ő volt az énekesünk, egy Szent István köszöntőt, talán ez illett leginkább a mai nap hangulatához. Ezentúl pedig kalotaszegi muzsikát játszottunk több számban is, azt a zenét nagyon szeretjük, nagyon sokat jártunk ugye Kolozsvár mellé Kalotaszegre zenét gyűjteni, és vannak ott öreg muzsikus barátaink, mestereink. Tegnap is találkoztunk velük Budapesten egyébként, sikerült egy pályázat kapcsán elhívni őket muzsikálni, úgyhogy talán ezt emelném ki, ez a kalotaszegi muzsika, ami a szívünk csücske, de
Ezen próbáltunk máshonnan is válogatni, Kismagyarországról, ugye Bodrog közről is muzsikáltunk, Kraszna közből is hangzottak el nóták. A formációnak a jövőre nézve is folyamatosan vannak tervei. Most éppen nagy munkában vagyunk, a második lemezünket készítjük, aminek a hanganyaga már kész van, szóval talán a nehezebb részén már túl vagyunk, de most formába kell önteni magát a lemezt, és eljutni, hogy matéria formába kiadásig megjelenjen. Mint már említettem az előbb a kalotaszegi muzsikát, ezen a lemezen csak kalotaszegi zene lesz. Kati és Marci nagypapája, Martin György, nagyon neves népzene és néptánc kutató volt, és az ő munkássága előtt hajtunk főt ezzel a lemezzel. Majdnem egy éven keresztül kutattuk azokat a zenéket, amiket ő készített és vett fel Kalotaszegen. Ez egy hatalmas anyag, és ezután próbáltunk úgy szelektálni, válogatni, hogy minden fontosabb dolog az ő ott létének és az ő gyűjtéseiből kiemelendő legyen. És hát reményeink szerint ez idén év végén napvilágot lát, és akkor kézbe vehető is lesz, mert ezzel készülünk.